A kakas vigyázó tekintete kíséri a győriek mindennapjait. Nem lehet nem észrevenni azt az alkotást, ami a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság épületének a tornyát díszíti. Az épület több szempontból is megújult, hiszen az új épületrész szigetelése és festése egy energiaracionalizálási pályázat keretében készült el, de a tavaszi viharokban megrongálódott tornyot is felújították. Ezután már csak egy jó ötlet, és persze a művész kellett, aki a tömlőszárító toronyra álmodta a művet. Felvetette az egyik volt kollégánk, Horváth Károly ezredes úr, hogy a háború idején, a bombázások ideje alatt a tűzoltóság kertjébe őrizték a vaskakast. És innen jött a felújítás kapcsán az, hogy hát akkor esetleg a vaskakasra utaló és a tűzkakasnak, meg a tűzoltósággal összefüggő jelképekből lehetne valamit alkotni. És az egyik kollégámnak, a műszaki biztonsági tisztünknek az ismerettsége tartozott Szabadvári Attila. A fiatal győri képzőművész ezzel támogatta a katasztrófa védelem munkáját, a tehetség egyébként is szívesen dolgozik a fallal. A festményben számos szimbolikus utalás fedezhető fel, így érdemes kicsit elidőzni és elmélázni a jelentéseken. A torony és az új épületrész felújítása után a régi tűzoltóság homlokzati része is megújul. Győr képviselő testülete novemberben megszavazott 9,5 millió forintnak megfelelő összeget, ami a régi tűzoltóságnak a homlokzati részét, a Munkácsi Mihály út felé részét fogja majd fedezni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a középület valóban Győr belvárosának egy égköve lehet, visszaadva azt a pompát, ami véleményem szerint a tűzoltóságnak az imidzsét talán tovább javítja. A vezető kiemelte, örül, hogy Győr vezetése és az egész város magáinak érzi a katasztrófa védők munkáját, amit az itt élőkért tesznek.